Sziasztok! Anna Mi vagyok. Azt kérdeztétek tőlem kommentben, hogy mikor élünk. Az életfunkcióink gyakorlás közben is tökéletesek, tehát gyakorlás közben is életben vagyunk. De valószínűleg a kérdés arra vonatkozott, hogy mit csinálunk még a gyakorláson kívül. És alapvetően semmit. Most mutatok magam mögött egy utcácskát, ahol már ittunk egyszer egy teát. De akkor is ki volt számítva az idő. Ki volt számítva, hogy körülbelül 3-4 óránk van meginni a teát, mert különben lemegy a nap a gyakorlásunkkor, ami egyáltalán nem szerencsés. Úgyhogy ez az igazság, hogy az egész életünket alárendeljük annak, hogy gyakorolhassunk. És ez felveti ezt a kérdést, hogy mi a lemondás és mi nem az. Én ezt a kérdést úgy látom, hogy energiaszintek vannak. Ez azt jelenti, hogy amelyik energiaszintre be vagy kötve, tehát amilyen a te rezgésed, az magához vonz dolgokat. Érzéseket, gondolatokat, embereket, történéseket. Egyáltalán olyan lesz a világod. A vallások és a dogmatikus tradíciók, amik azt ígérik, hogy segítik a fejlődést, azok azzal dolgoznak, hogy rábeszélnek arra, hogy mondj le dolgokról. Szerintem ez nem működik, mert hogy az égiek számára nagyon-nagyon fontos, hogy boldog legyél, hogy élvezd minden pillanatodat. És nekem van erre egy másik módszerem, mégpedig az, hogy emeld az energiaszinted. Mert ha emeled az energiaszinted, akkor más érzésekhez, más gondolatokhoz, más cselekedetekhez, más helyszínekhez fogsz kötődni. És ezzel végül is el lehet érni azt, hogy minden olyanról le lehet mondani, ami hátráltatja az ember fejlődését, anélkül, hogy lemondás lenne. Egészen egyszerűen azért, mert egy magasabb energiaszinten nem kötődsz azokhoz a dolgokhoz. Én például nem azért nem iszom alkoholt, mert félek attól, hogy elkárhoznék, vagy hogy a gyakorlásom végképp kudarcba dőlne, hanem azért, mert egyszerűen nincs hozzá kedvem. És képzeljétek el, hogy ez az érdekes, hogy a drogról, az alkoholról, minden függőségről itt szoktak nálunk leszokni az emberek, hogy nagyon érdekes, felállt valaki egyszer óra végén, és mondta, az egész csoport előtt felvállalta, azt mondta, hogy eddig ivott, tehát hogy keményen alkoholista volt, minden este megvette magának a piát, és mondta, hogy elment a boltba, nézegette azt, amit vodkát, meg ilyesmit, amit addig ivott, és azt mondta, hogy nem volt kedvem megvenni, képzeld el. És ezek tartós dolgok, ugyanígy a kokain, de alapvetően minden függőség így szokott elmúlni, egy magasabb energiaszinten nem kötődsz ahhoz a dologhoz. Úgyhogy ezért van az, hogy a gyakorlás vagy egy nagyon egyszerű, nyugodt élet az tökéletes tud lenni, mert vannak sokkal érdekesebb dolgok és sokkal szórakoztatóbb dolgok, mint a Matrix. Amiben én élek, az a világon a legcsodálatosabb és legszórakoztatóbb dolog. Ehhez képest nem kell semmi más, ami ezt kipótolná. Tartsatok velem holnap is. A testfél év gyakorlatáról szeretnék beszélni nektek, arról, hogy milyen hatása van. Ha már csináljátok, akkor legalább tudjátok meg, hogy mit csináltok. Másrészt meg nagyon érdekel engem az, hogy milyen tapasztalataitok vannak. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy osszátok meg velünk. Nagyon-nagyon várjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nagyon szeretlek benneteket. Sziasztok!